A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság vezetője Farkas József 2013. március 11-i hatállyal megbízta a tiszafüredi rendőrkapitányság kapitányság vezetői feladatainak ellátásával Halmai Ferenc rendőr alezredest. Munkatársaink március 27-én keresték meg az új rendőrkapitányt. Kapitány úr a Jászságból érkezett, és valahol azt nyilatkozta, hogy a Jász szíve az oda köti sokáig, és nem nagyon akar elmenni onnan. Jött a parancs is, és el kellett indulni. Hogyan fogadta az utasítást? Természetesen fegyelmezett katonaként, hiszen amikor valaki felszerel a rendőrséghez, neki tudni kell, hogy ez egy ilyen szakma, ez egy ilyen hivatás, és bizony oda kell menni, ahova az utasítás, ahova a parancs szól. Én azt gondolom, hogy én ezen nem lepődöm meg, hiszen 18 éves koromtól egyenruhát húztam, akkor húztam egyenruhát először, és onnantól kezdve ebben a kvázi parancs világában élek, úgyhogy ez nem lepett meg. Nyilván nem volt egyszerű otthagyni, hiszen én egy... azt kell mondjam, generációk óta tűzgyökeres jászsági vagyok, és 25 évig dolgoztam a jászságban, nem volt egyszerű a váltás, de természetesen azt gondolom, hogy az embernek ki kell próbálnia magát máshol is, hiszen egy helyen be tud fásulni. De azért az emlékek, a családi ház, a rokonság csak oda köti, és az marad a szívecsücske. Azt kell mondjam, igen, tehát mint lakás szempontjából, illetve élettér szempontjából, én ott nőttem föl, ott vannak a rokonaim, igen, kiterjedt rokonsággal rendelkezem a jászságban, és azt gondolom, hogy nagyon sok minden odaköt. De azt kell mondjam, hogy amikor először idejöttem, nyilván nem először jöttem a megye erre a területére, de túl sokat nem voltam. Akkor a feleségemmel jöttünk el a Abátszalóki Bőlér Fesztiválra, és ott körülnéztünk egy kicsit, és azt kell mondjam, a feleségemnek nagyon tetszett a táj, nagyon tetszett a terület, úgyhogy abszolút pozitív, és azt gondolom, hogy nagyon remélem, hogy egy nagyon jó befogok ide illeszkedni, és nagyon hasznára leszek a területnek, hogy így fogalmazzak. Ezt mi is reméljük, hogy hasznára lesz Tiszafürednek és a térségnek. Hogyan kell egy ilyen munkakört átvenni? Szóval ez nem olyan, mint egy, nem tudom én, egy eladó, aki odaáll a pulthoz. Hogyan tud fölkészülni rá? Milyen információkat, hogyan gyűjtöd be ahhoz, hogy képben legyen egy kicsit? Természetesen van nyilván a technikai része az átvételnek, hiszen magát az épületet át kell venni, különböző leltárakat át kell venni, iratokat át kell venni, papírokat át kell venni. Aztán jön nyilván a hosszabbik rész, ami arról szól, hogy meg kell ismerni a munkatársakat, meg kell ismerni a területet, meg kell ismerni azokat az embereket, azokat a szervezeteket, akikkel együtt fogunk dolgozni, nyilván az önkormányzatokat, önkormányzatok vezetőit, elsősorban civil szervezeteket. Nem jó volt a sorrend, ügyészség, bíróságot kellett volna, természetesen ügyészség, bíróság, katasztrófavédelem, tehát ezekkel, akikkel együtt fogunk dolgozni. Most ennek a folyamata zajlik éppen, és természetesen az embereken keresztül meg kell ismerni azt a kapitányságot, ahová került az ember, mint ahogy mondtam, első esetben szinte majdnem, hogy GPS-el jöttem, tehát igazából a kapitányságot is úgy kellett megkeresnem, képletesen mondva, de én úgy gondolom, hogy ennek a folyamata most zajlik, nagyon sok mindenen túljutottam, természetesen ilyenkor mindenkiben fölmerül a kérdés, minden kollégába beosztod, hogy hogyan tovább, vajon az új főnök majd mit fog csinálni, mit fog változtatni, fog-e változtatni. Én azt gondolom, hogy ez egy tanulási folyamat. Az átadás átvétel az nem csak az a egy-két órószában zajlik, amíg nyilván a kapitányasszonytól átvettem ezt a feladatkört, hanem ez egy hosszabb lesz. Én igyekszem ezt lerövidíteni természetesen, hiszen az első a munka, és nem szabad észrevenni sem a lakosságnak, sem a rendőröktől valamit is váró, pozitívan váró személyeknek, de azt gondolom, hogy ezt minél gyorsabban le kell játszanom, és utána pedig bele kell fogni. Egyébként a mindennapok attól még működnek, tehát menni kell a dolgoknak, a feladatoknak. Körülbelül 2 hete van ebben a pozícióban, igen, ha jól számolom, és Jászberényben is kapitányi tisztséget töltött be. Hogyan látja a 2 hét alatt, mekkora különbség van egyik és másik kapitányság között? Vagy a rendőrség az nagyon alaposan kidolgozott módon működik, és tulajdonképpen mindent ugyanúgy fog végezni, vagy irányítani? Természetesen nyilván a rendőrség egy nagyon jó szabályokkal behatárolt törvényesség keretén belül működő szervezet, de ugyanúgy természetesen nem működhet, hiszen a Jászberényi terület, illetve a Jászberényi rendőrkapitányság területe az egy
lakosság szempontjából is jóval nagyobb terület. A jávság, illetve a megye legnagyobb kapitányság területével rendelkező, működési területével rendelkező kapitányság létszámában is egy más, szervezetében is egy más. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy a bűnügyi tekintetben egy fertőzöttebb terület. Itt azért azt kell mondjam, hogy a kapitányasszonytól egy viszonylagosan jól működő, jó eredményeket elért kapitányságot veszek át, ami nyilván egy másfajta megközelítést igényel. Tehát magyarul nem jöhetek ide, mint aki most mindent meg akar változtatni, és azonnal, és rögtön, és természetesen ez így nem mehet. De én azt gondolom, hogy egy nagyon jó működő kapitányságot vettem át, egy jó eredményeket elért kapitányságot vettem át, hiszen egy országos rangsorban igen előkelő helyen végzett a Tiszafüredi rendőrkapitányság. Nyilván azt gondolom, hogy vannak nekem is személyes dolgaim, amiket azt gondolom, főleg az úton, amit én megjártam, hiszen, mint mondtam, 18 éves koromtól én egyfajta katonai életet élek, tehát egyenruhás rendőr, rosszul fogalmaztam, egyenruhás katonatiszt voltam, onnan jöttem át a rendőrséghez 88-ban, és azóta egyenruhás rendőrként dolgoztam egészen 2008 év végéig, 2009-ig. Amikor is kapitányságvezető lettem, tehát bennem valahol ez bennem él, és azt gondolom, hogy mindenkinek a saját, legalábbis minden vezetőnek igyekeznie kell a saját elképzeléseit végigvinni, hiszen a jobbítás reményében azon, hogy mindenem van valamit javítani, és lehet is, és kell is. És azt gondolom, hogy én a saját számíze szerint igyekszem ezt beállítani. Örülök neki, hogy említette, és kicsit dicsérte is a tiszafüredi rendőrkapitányságot. Az előző rendőri vezetőktől is valóban ezt hallottuk, hogy a megyében talán a legjobb helyen áll statisztikai szempontból ez a terület, de a javítás szándéka vagy a lehetősége az mindig benne van. Ha megengedi, igazából a nagyon bonyolult tevékenységből három területet hagy emeljek ki. Nem tudom, mennyire ismeri, vagy vannak-e már elképzelései erre bizonyos szánt javításra, vagy változtatásra. Körzeti megbízottak, hogy áll most a terület, talán be van töltve minden poszt, van-e fejlődési, továbblépési lehetőség, hogy ott a településen, vagy az adott település részen eredményesebb legyen a munka? Azt gondolom, mindenképpen lehet fejlődni. A tiszafüredi rendőrkapitányság létszámmal viszonylag jól ellátott kapitányság, azt gondolom, minden fontos körzeti megbízotti, illetve minden körzeti megbízotti beosztás be van töltve, nincs olyan település, amelyik igazából rendőr nélkül lenne. Ember itt is volt létszámhiány azért. Hogyne, igen. Most körülbelül a létszámokkal helyén vagyok, én azt gondolom, de amire én mindig a hangsúlyt szoktam fektetni, és nem tudom, hogy talán az előéletemből látszott-e, de nekem nagyon fontos a civil segítség, a civil kapcsolatok, ami azt jelenti, hogy nyilván is ezzel az egyik legnagyobb ilyen együttműködő partnerünk ez a polgárőrség. Tehát az egyik szívem csücske, azt kell mondjam, a polgárőrség, és azt kell mondjam, hogy én 1990-től már benne voltam ebben az úgynevezett polgárőr mozgalomban a kezdetektől, és azt gondolom, hogy a polgárőrség nélkül nem lehetett volna a közbiztonságot valamilyen szinten fönntartani. Nagyon-nagyon sok segítséget kaptunk. Ez az egyik vonal, amit szeretnék Tiszafüred környékén is kicsit erőteljesebben megmozgatni. Azt gondolom, hogy civil és társadalmi támogatók nélkül nem tud sikeres lenni egy rendőrség igazából. Ez az egyik része. A másik természetesen vannak célcsoportok, amikre azt gondolom még kifejezettebben oda kell figyelni. Az egyik az idősebb korosztály, a másik célcsoport pedig a legfiatalabb korosztály, azt kell mondjam az általános iskolai és esetleg a korai középiskolai korosztály, amik még inkább egy kifejezett figyelmet igényelnek, hiszen én azt gondolom, hogy ma nagyon sok olyan fiatal van, aki igazából nem tud magával mit kezdeni, nem tudja az élete célját, nem ismeri azt, hogy milyen társadalmi környezetben kellene élnie. A fájó pontom a sorkatonaság megszüntetésével, nagyon nagy űr maradt a fiatalok nevelésében, a társadalmi együttélés szabályainak megtanulásában. Sokan vannak, akik egyet értenek önnek. Igen, köszönöm szépen. Én ez a magánvéleményem volt, és azt gondolom, hogy ebben a fajta nevelésben, ebben van mit tennünk nekünk is. Nem csak nekünk, én azt gondolom, hogy a társadalom nagyon sok szervezetének azt gondolom, és úgy gondolom, hogy ez a másik, ami irányba még el kell mozdulnunk. A harmadik,
azt kell mondjam, tudom, hogy ez most a kicsit nehéz a rendőrség berkein belül, de szeretnék egyfajta sajtó felé nyitni, és egy intenzív sajtó. Hálásan köszönjük már. És ezt nem amiatt mondom, mert hogy itt a sajtóval ülök most szemben, vagy önökkel ülök szemben természetesen, de azt gondolom, hogy nem elég, nekem ez a mottom, nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani, tehát magyarul igenis azt a tevékenységet, amit mi csinálunk, azt a széles nyilvánosság elé úgy kell tárni, hogy el tudjuk adni azt, hogy igen, mi jól dolgozunk, igyekszünk jól dolgozni, és természetesen nem hagyhatom ki azt, hogy nekem most is az az elvem, hogy a törvényesség, jogszerűség maximális kereteit kihasználva, de a lakosság érdekét kell szem előtt tartanunk, hiszen mindig azt szoktam mondani, hogy a lakosság adott. Kinevezik a rendőrkapitányt, megbízzák a körzeti megbízottat, megválasztják a állami tisztségviselőket, de a lakosság az marad, és a lakosságot kell kiszolgálnunk, hiszen a lakosság, ő él a területen, az állampolgárok érnek a területen is, és igazából őket kell szem előtt tartanunk, az ő érdekeiket. Természetesen, mint mondtam, a jogszerűség, a szakszerűség és a törvényesség keretén belül. Ha már ennyire kihangsúlyozza a lakosságot, akkor itt hagyj kérdezzem meg azt, amit mindenféle szintű rendőri vezető nagyon hangsúlyoz az utóbbi időben, vagy az utóbbi időben is, ez pedig a lakosság szubjektív biztonságérzete, hogy ezt kell javítani. Tehát nem biztos, hogy a statisztika a lényeg, hanem az, hogy az emberek azt érezzék, hogy biztonságban élnek, számíthatnak például a rendőrségre. Hogyan lehet mérni azt, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete javul? Biztos, hogy nem egy egyszerű módon lehet ezt azért mérni, hiszen a lakosság szubjektív biztonságérzetét nem csak a statisztikák javítják, hiszen tudom én, hogyha mondjuk egy településen egy bűncselekmény volt az előtt egy évben, most meg kettő lett, akkor a statisztika alapján megduplázódott a bűncselekmények száma, és lehet, hogy ez a lakosság azt mondja, úristen, most volt két olyan bűncselekmény az elmúlt évben, amitől én most nagyon félek. Felkavarta az embereket. Van. És van olyan település, ahol meg imádkoznak azért, hogy úristen, két bűncselekmény lenne egész évben, mennyire jó lenne. Tehát nyilván az emberek biztonságérzetét nem csak a valós helyzet befolyásolja, hanem is a külső körülmény, a társadalmi helyzet, a gazdasági körülmények. Én azt gondolom, nagyon sok minden más. Amiben mi ebben tudunk tenni, az természetesen az, hogy igyekezzünk egy olyan magabiztosságot sugározni, ami a törvénytisztelő állampolgárokat valamilyen szinten egy pozitív irányba indítja, a törvényt nem tisztelő állampolgárokat pedig egyfajta rosszul megfogalmazva talán félelemben tartja és visszatartja. Ha látnak rendőrt, ha magabiztos rendőrt látnak, ha olyan rendőrt, aki nyüzsög, intézkedik, ott van, beszélget, felkarolja a problémáikat, akkor azt gondolom, hogy az állampolgárok azt fogják mondani, igen, ők mindent megtettek, hát hogy van ilyen is, persze hallottam, de attól még a rendőrség végzi a munkáját. Én azt gondolom, hogy ez az, amivel talán tudunk egy kicsit lendíteni a dolgon. A többin pedig hát nyilván mindenkinek a maga helyén és a maga feladatát kell ellátni, és azt gondolom, hogy akkor közös erővel a biztonságérzet is növekszik. Én azt gondolom, és erre mondtam az előbb a sajtó szerepét is, hiszen ha az emberek mindenhol csak azt hallják, hogy mennyi, és akkor hallottam, hogy volt olyan, aki már látott olyan embert, aki hallotta, hogy valahová... Szóval ezek nagyon veszélyes dolgok, és ezek nagyon tudják alakítani a közvéleményt. Ez a legrosszabb. Ahelyett, hogy megmondanák pontosan az illetékesek, hogy ez történt, ez a következménye. Nyilván természetesen a rendőri munkának vannak olyan sajátosságai, ami természetesen nem tárhatunk mindent a közvélemény elé, és nem is lehet, hiszen, mint ahogy mondtam, egyrészt katonai szervezet, másrészt pedig vannak olyan eszközeink, amik azt gondolom, hogy csak rendőri berkekre tartoznak, hiszen különféle nyomozás érdekeit veszélyeztethetik. De én azt gondolom, hogy ezen belül mégiscsak el kell indulni egy olyan folyamatnak, amitől az állampolgár is azt látja, és racionálisan, hogy igen, ők teszik a dolgokat, és csinálják. Én ezt szeretném elérni, és ettől remélem azt, hogy talán a biztonságérzet is javul. És igazából a biztonságérzet, mint ahogy mondtam, nem csak a számokon múlik, hanem az ő érzetükön. De hogyha szembesítjük őket mondjuk a számokkal is, azt mondjuk, hogy jó, rendben van, de mondja már meg, hogy mitől érzi magát rosszul, amikor tavaly előtt volt egy, nem is az ő környezetébe, tavaly meg volt kettő, egyébként nem is az ő környezetébe, csak hallott valakitől, aki látott olyan embert, aki, akkor mitől érzi magát rosszul, de még egyszer mondom, ez nyilván természetes emberi tulajdonság. És amit mondtam, természetesen ha valakitől, mindig ezt a klasszikus példát idézem, már azt gondolom kicsit túlzás számai, de hogyha valakitől ellopnak, azt a példát szoktam mondani, egy kisértékű dolgot. 1990-es évek legelején én egy ősparancsnok voltam egy településen, egy eléggé bűncselekményekkel fertőzött településen,
És ott, amikor elkezdte mondani az idős hölgy, hogy szóval ellopták most az utolsó 10 tyúkját. A múlt héten ellopták a zsák krumpliát, de az utcában már nincs senkinek tyúkja, mert azt mind ellopták. Akkor az ember valahol belegondol, hogy egyrészt milyen megélhetési bűnözésről beszélünk, nincs megélhetési bűnözés. Bűn van, bűnözés van, de nem megélhetési. A másik pedig az, hogy ennek az idős hölgynek lehet magyarázni, hogy itt hülye jó a közbiztonság. Tehát nem. Nyilván akitől ellopnak valamit, annak nem lehet megmagyarázni, hogy jó a közbiztonság, hiszen annak a 10 tyúkja az annyit jelent, mint másnak mondjuk ellopnak 10 millió forintot. Ez a szubjektív biztonság érzet. Így van, pontosan. Az én utolsó egy tyúkomat lopják el, azt tragédia. Így van. Tehát akinek ellopnak valamit, azt gondolom, hogy neki az a világ legfontosabb problémája, és nekünk ugyanígy kell rá reagálni. Azt mondta az előbb, hogy az embereknek az is egyfajta biztonságérzet, ha látnak rendőrt, és látnak rendőrt az utcán vagy a közterületeken, és erről az jutott eszembe, talán nem tudom mennyire pontos a megyei adat, hogy az utóbbi hónapokban a készenléti rendőrség tagjai közül körülbelül 100-an érkeztek ide Jász-Nagykun-Szolnok megyébe, mert rosszak voltak a megye bizonyos mutatói. Ide Tiszafüredre többnyire a nyári időszakban, amikor az idegenforgalom ezt szükségessé teszi. Miért van szükség arra, hogy ekkora létszámú rendőri erővel megerősítsenek egy-egy kisebb vagy nagyobb területet? Azt gondolom, hogy bizonyos feladatok bizonyos időközönként jelentkeznek csak. Tehát nyilván Tiszafüreden az idegenforgalmi szezonban jelentkeznek azok a dömping feladatok, amiket el kell látni, mint ahogy a Balaton parton is azt gondolom, hogy a nyáron van igazából, aki volt már télen mondjuk Siófokon, az azt látja, hogy kihalt minden, és ott semmi nem történik. És azt gondolom, hogy pontosan ezekre a feladatokra kell a készenléti rendőrséget igénybe venni, az olyan idényelőgű, vagy olyan hirtelen megnövekedett feladatokra, amit nyilván az alapellátásra berendezkedett kapitányságok vagy végek nem tudnak ellátni. Nagyon pozitív, hogy itt vannak, hiszen ezeket a feladatokat nagyon szépen meg tudják oldani. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az, hogy a rendőr látszik vagy nem látszik, az nem csak attól függ, hogy mondok egy rossz példát, kivezénynek 10 rendőrt az utcára, és a lakosság észre se veszi, hogy ott vannak, mert azt kell mondjam, azért hogy... Azért azt észreveszük. Igen, de hogyha egy rendőr nem aktív, ha nem áll meg beszélgetni, nem megy be azokra a helyekre, ahová sokan járnak, és nem látják, hogy itt a rendőr, hanem mondjuk csendesen a fal mellett eloson, attól lehet odakint 10-15-20 rendőr is, vagy észreveszik, vagy nem. Én azt gondolom, hogyha a rendőr valahol megjelenik, akkor vegyék észre, itt a rendőr. Akár azért, mert észreveszi a szabálysértéseket, azért, mert megáll, megsimogatja egy kisgyerek buksiját, bocsánat, hogy ilyen példákat mondom, akár azért, mert bemegy a fodrászhoz, kicsit elbeszélget, vagy benéz a jegyzőhöz, útközben megáll mondjuk a plébánossal, vagy megáll a söprögető utcabeli. Én nagyon azt gondolom, hogy ezek azok a dolgok, amitől észreveszik, hogy van rendőr az utcán. Ha ezt hetente kétszer megcsinálja, akkor senkinek nem jut eszébe, hogy jó, de és mi van a másik 5 nappal? De én azt gondolom, hogy ezek azok a dolgok, amiket nagyon sokat lehet javítani, és látszatni lehet a rendőrséget. Az akkor az angol Bobby? Tehát aki ott van, és kezet fog, gondolom, és hogy... megsimogat? Nem, én azt gondolom, hogy más munkakörnyezet. Tehát más a Bobinak a munkakörnyezete, és más a magyar rendőrök munkakörnyezete. Nem, én megmondom őszintén, önnek én falusi gyerek vagyok. Én egy falun nevelkedtem, igaz, hogy 14 éves koromig, mert utána Debrecenbe iskolába, Szentendrén iskolába, és utána nyilván jártam a magam útját. De azt gondolom, hogy amit ott megtanítanak, az, hogy kisfiam, köszönjél, ha elmész valaki mellett az utcán, tudjál szóba állni mindenkivel. Ha csak azt megkérdezett tőle, hogy mit csinál Juliska néni, akkor nyilván mondja, és akkor el lehet beszélgetni vele. Na jó, kapitány úr, de ez egy Debrecenben vagy egy fővárosban nem működik. Persze, ott nem működik, de azt gondolom, hogy működött a Jászságban, kell, hogy működjön. Én azt gondolom legalábbis azért a Magyarország területe, ha jól tudom, nem csak Budapestből áll, és nem csak a nagyvárosokból áll, és ahol most jelenleg a problémák vannak, azt gondolom a kis települések, hiszen látszik az országos tendenciákból is, hogy a belügyminiszter úr is a kis településen lévő körzeti megbízottakat akarja megerősíteni, és akarta is megerősíteni. Tehát ezek azok a gondok, amik a kis településeken kell, hogy valamiféle erőlépést tanúsítsunk. És azt gondolom, hogy ebbe ez is bőven benne van, hogy a rendőreink tanuljanak meg kommunikálni, tanuljanak meg az emberek problémáival együtt élni és foglalkozni.
Részben már beszéltünk a következő témakörről. Bűnügyek, bűnügyi fertőzöttség és bűn megelőzés, ami talán a legfontosabb mindegyik között. A jelenlegi információi szerint milyen lehetőségek vannak itt Tiszafüreden, vagy a kapitányság illetékességi területén arra, hogy kicsit a bűn megelőzésre nagyobb hangsúly kerüljön? Igen, hát mint mondtam, egy létszámában ugyan kicsit korlátozottabb kapitányság Tiszafüred, és nyilván mindenki egyfajta csatolt munkakörbe végez többféle feladatot is. Itt a bűnmegelőzésre nincsenek külön státuszok, nincsenek külön beosztások, itt nyilván a napi munka mellett kell végezni a kollégáknak azokat a bűnmegelőzési feladatokat, amiket úgy egyébként csinálnak. Ilyen például az iskola rendőre, vagy különböző iskolákban az előadás tartása. Azt kell mondjam, hogy én 13 évig tanítottam egy iskolában, ami rendvédelmi fakultációt. De itt is van a helyben, és igen, erre akartam kitérni. Tehát Jászberényben a Liska József szakközépiskolában volt, itt pedig tudom, hogy a középiskolában ugyancsak működik egy ilyen, egy nyugdíjas kolléga a végző. Én azt gondolom, hogy ezek is nagyon sokat segítenek a bűn megelőzésben. Aztán, mint ahogy mondtam, igyekszünk a KRESZ programokban ott lenni, és ez a fajta terület. Ezt még igazából itt a helyszínen az elmúlt két hétben csak érintőlegesen tudtam átnézni, de azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos terület, és foglalkozni kell vele. Azt sem néztem még meg, és azt sem igazából tudom, hogy például kábítószer területen hol tart Tiszafüred, mit lehet tenni benne, hiszen egy nagyon-nagyon fontos megelőzési terület lehet, azt gondolom, ez a probléma. Nem régen volt a Városi Baleset Megelőzési Bizottságnak egy gyűlése, és hát most nem mondom el önnek, hiszen ezt már valószínű tudja, hogy meglepő módon lehet terjeszteni például a postai úton a tudatmódosítószereket, de talán remélem, és remélem, hogy a polgárőrség ügyéről is majd később még tudunk beszélgetni. Befejezésül tulajdonképpen egy szubjektív kérdés, hogy érzi magát az első benyomások alapján a munkahely, az íróasztal, a kollégák, tehát hogy látja az első napok alapján, hogy jól érzi majd itt magát? Én már is jól érzem magam, tehát nem majd fogom, hanem most már jól érzem magam. Egy nagyon-nagyon szép terület, egy nagyon gyönyörű a táj, mint ahogy mondtam, a feleségemnek első látása megtetszett. A kollégák nagyon pozitívak, azt kell mondjam, és mint ahogy mondtam is, az elődömtől, a kapitányasszonytól egy jól működő kapitányságot vettem át, ahol tudják az emberek a dolgaikat. Természetesen ilyenkor mindenkiben benne van az, hogy na, az új főnök majd vajon mit fog csinálni, mi az, amin változtatni fog, vajon én ehhez hogy fogok tudni idomulni, ez egyébként mindig benne van. De én azt gondolom, hogy nagyon pozitív, és én nagyon jól érzem magam már is. És ez nem az udvariasság mondatja velem, hanem én azt gondolom, hogy berendezkedtem, itthon vagyok, úgy gondolom. Kapitány úr, köszönöm szépen a beszélgetést, és arra kérem, hogy körülbelül legalább úgy fél évenként üljünk majd le ehhez a kerekasztalhoz, és örömmel hallgatnánk azt, hogy hogyan is működik a rendőrség, mi éppen az aktuális feladat, vagy éppen milyen eredményeket értek el. Természetesen, ha lehetőségem lesz rá, akkor természetesen, mint ahogy ígértem is, hogy a sajtóval kapcsolatosan mindenképpen pozitív irányba szeretnék nyitni. Köszönöm szépen a lehetőséget.